A 30 esztendős Nyíregyházáról induló szakember játékosként korán befejezte, hogy edzőként kezdje építeni karrierjét. A női szakákban Győrben, a férfiaknál pedig a Mafc a Szolnok és a Budapesti Honvéd szakmai stábjában dolgozott. Egy ideje külföldön is építette kapcsolatait, amelynek eredményeként ma már a német első osztály egyik patinás együttesénél tevékenykedik. Ez egy nagymúltú német klub, kilenceres német bajnok együttesről van szó. Korábban ugye az Euróligában is szerepelt a csapat. Ráadásul olyan neves játékosokat sikerült adni a Bambergnek, akár az észak-amerikai profi kosárlabdában is, mint Brad Vannamaker vagy Nicolo Melli, így egy igazi tradicionális egyesületről van szó. Jelenleg a tizedik helyen vitézkedünk, küzdünk a rájátszásért, mint minden más csapatot Európában, minket is a Covid, illetve a sérülések meglehetősen sújtottak. Mint Máté elmondta, a Bundesligában a szervezettség és a színvonal is magas, ő pedig mindent igyekszik megtenni azért, hogy a Brose Bamberg minél jobban szerepeljen. Én vagyok a csapat másodedzője, nagyon szertágazó feladataim vannak, segítkezem az edzésekben is, igazából bármiben, bármiben segítek, amit a vezetőedző ránk ruház, illetve megbíz minket. Rengeteg a háttérmunka egy ilyen egyesületnél, rengeteg és nagy hangsúlyt fektetünk az ellenfel feltérképezésére, úgyhogy nem unatkozom. A fiatal szakember a magyar bajnoksággal kapcsolatban is napra kész. Mint mondta, örül annak, hogy a Nyíregyháza öt év szünet után ismét a legmagasabb osztályban szerepel. Egyrésztről szakmailag is figyelemmel kísérem, hiszen minden évben a német bajnokság egy jó felvevő piaca a, a magyar bajnokságnak. A tavalyi esztendőből is azt hiszem, hogy három, illetve négy játékos a Bundesliga-ban pattogtat idén. És... Másrészt is figyelem a magyar bajnokságot, hiszen azt gondolom, hogy a nyíregyházi kosárlabda idén nagyon jó kezekben van, hiszen Pető Ákos és Mohácsi irányításával jó kezekbe került a nyíregyházi kosárlabda élet, és nagyon örülök, hogy, hogy újoncként kiemelkedő nyolc győzelemmel áll a csapat, és komoly, minden héten komoly pozíciókért van harcban. A Nyíregyháza azóta a Szeged ellen már megszerezte 9. győzelmét. Jakab Máté szerződése a szezon végéig szóbánbergben. A jövőben is külföldön szeretne edzősködni, így még nem tudja, hogy nyáron ott lehet a 3 x 3 női válogatott szakmai stábjában, amelynek évek óta tagja.